Fodor Barbara grafikus hallgató első önálló kiállításának adott teret, a szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár folyóiratolvasója. A kollázs technikával készült alkotások szokatlan, álomszerű motívumokat ábrázolnak. Kiállításnak a címe Fénybe borult árnyékaink, és azért kapta ezt a elnevezést, vagy azért lett ez a mondat így kiemelve, mert hogy gyakorlatilag olyan tudatalatti impulzusokra helyezem itt a hangsúlyt, ami nem is feltétlenül jut el az embernek a tudatába, hanem teljesen ösztönösen jelenik meg különböző formákban, mondjuk versekben vagy képekben. Azért is van többes számba árnyékaink a kiállítás címe, mert hogy úgy gondolom, hogy mindenkiben vannak tudatos szinten, vagy tudatalatt olyan érzések, tartományok, tartalmak, amiket esetleg ezek a munkák előhívhatnak. És ezért ez így mindenkinek szól, és remélem, hogy mindenki tud benne találni olyat, ami számára értékes, vagy ad nekik valamit. Igazából mindig is nagy volt bennem az alkotási vágy, meg hogy megértessem magam más emberekkel, hogy közvetítsek érzéseket, gondolatokat, tehát ez így mindig nagyon bennem volt, és ezért is írok és alkotok mondjuk képeket. Egyébként középiskolában egy közgazdasági szakközépbe jártam, de akkor is, tehát tanultam rajzolni, illetve írtam otthon. Aztán átkerültem Szegedre. Szegeden jártam grafikus tanfolyamra, utána pedig éreztem, hogy nekem ide kell majd jönnöm a képalkotás szakra, mert ez az érdeklődés, ez nagyon szilárd bennem a képalkotás iránt. Barbara fiatalkora ellenére már is ismert, tehetséges korokán művésznő, nem csak képeket fest, hanem verseket írt, amiket publikálnak korunk értelmiségi platformjain. Nyilvánvaló, hogy büszke vagyok rá, hisz külön órákon tanulta meg a szakma alapjait. És a 14-15 éves Barbara komoly volt és zárkózott, aki úgy kezdetben rejtegette a kincseit. Mégis határozott, koncentrált rajzaival, mély verseivel meghazudtolta korosztályát. Vannak különböző képek, amik már alapból elkészültek, tehát mondjuk fotók, amiket én fotóztam, digitális grafikák, amik mondjuk fényképből lettek átalakítva digitálisan grafikává, illetve vannak linó nyomatok, amiket van, amelyiket otthon nyomtatom le temperával, tehát ilyen sajátos módon készítem el őket, és akkor ezeket próbálom úgy összeilleszteni, hogy harmonizáljanak, és hogy egy olyan képet alkossanak, amiben úgy érzem, hogy kifejeztem azt, amit szeretnék. És egyébként menet közben áll össze az, hogy mit hova teszek, tehát egy igazából ráérzés alapján. És vannak olyan képek, ahol meg belefestek temperával, mondjuk szimbólumokat, azok is általában teljesen így spontán, tehát így ráhagyatkozom a belső intuíciómra, hogy mikor, mit, hova helyezek el a képen. Csak a kétség. Térdem szép folyt, mint a víz. Karom, mint a halott madár szárnya, ellankadt, amikor azt ígérted, lehozod a csillagokat az égről, és ezután valóban sötét lett. Így csak a kétség pislákolt köztünk, van-e valami mélyebb a goromba kráteren túl, ami a szívünk helyén lüktet. Én grafika szakirányos vagyok jelenleg. Kimondottan festeni nem annyira szoktam, persze volt, hogy mondjuk kellett órán, és akkor nagyon örömmel és szívesen teszem azt is. Inkább a grafikákba ötvözök festői elemeket néha. Hát, hogy kik voltak hatással rám? Hát vannak kedvenc alkotóim, mondjuk Bacon, Schiele. Igazából nem feltétlenül gondolom, hogy az én képi világomat ők befolyásolták, de kedvelem a munkásságukat nagyon. Egyébként megpróbálok minél ösztönösebben és is saját magamra hagyatkozva elkészíteni a munkáimat. Barbara a grafikák készítése mellett verseket is ír. Furcsának és rendhagyónak tűnhet, hogy igazából 5 évesen már elkezdtem írni mindenfélét, tehát hogy otthon már ismerkedtem az írással, és onnantól kezdve én gondolkodtam versekben, és írtam verseket.
De, és egyébként ez így végigkísérte az egész életemet, azt, hogy én írok, hogy ilyen formában kifejezem a gondolataimat. Tehát az is nagyon meghatározó volt mindig, illetve tényleg az, hogy képek, tehát hogy rajzoljak, hogy ilyen képi formába fejezzem ki magamat, az is mindig ott volt nagyon ösztönösen bennem, és az is, tehát igazából gyermekkortól kezdve jelen volt az életemben. És akkor ezekhez ugye társultak egyéb ambíciók, érzések, amik még inkább erre az útra tereltek, hogy egyre komolyabban kezdtem venni ezt a irányt. Igazából sok költőt ki tudnék emelni, de most nem biztos, hogy bele szeretnék ebbe menni, mert a legnagyobb hatással mégis azt tudom mondani, hogy a saját belső világom volt rám. Tehát, hogy annyira belülről, úgy érzem, hogy annyira belülről táplálkoznak ezek a versek, és annyira intuitív, tudatalatti motivációk hatására születnek meg, hogy nem biztos, hogy én egy külső tényezőt itt most meg szeretnék nevezni. A Barbara belső világát megelevenítő kiállítás július 7-től augusztus 24-ig tekinthető meg a Somogyi Könyvtár folyóirat olvasójában.